Köszöntöm nézőinket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét, a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öregfiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! A török Hatály tavalyi itthoni és a lengyel Wroclaw szintén elmúlt szezonbeli legyőzése után az idei Európa Kupa sorozatban még rangosabb győzelmet ért el az atomerőmű KSC Szekszárd. A spanyol élcsapat a kupa sorozat megnyerésére is esélyes Girona ellen a szekszárdi mérkőzésen. Bárhogy is alakul a továbbjutás sorsa a legjobb négy közé, ez a győzelem az idei szezon kiemelkedő sikere lesz. Jó volt látni, hogy a KSC Szekszárd három alacsony és két magas játékos szerkezetben is mennyire tud dominálni egy olyan csapat ellen is, amely az Európa Kupa mezőnyének egyik meghatározó együttese, amely a végső győzelemre is esélyes. A Girona ilyen volt, és újítani tudott a negyedik negyedre, hogy megnyerje a negyeddöntő első meccsét Szekszárdon, de a hazai, a szekszárdi oroszlán szív, a vele párosuló koncentráltság, no és McCall Bishop Studerági extra kosaraival a hajrában le tudta győzni a Gironát. Ez nagyobb fegyvertény volt, mint a tavalyi sorozatban a török Hatály itthoni és a lengyel Wroclaw idegenbeli legyőzése. Jokic hitt abban, hogy a folt problémák miatt padra szoruló Studer Ágnes vagy gólpaszt ad, vagy triplát dob. Ebbe mindig hittem, de legfontosabb, hogy hiszi saját magadban. És ez, amit azért ő kossa labda varázslány, mert tudja ezeket bedobni. McCall Bishop, Dojkic, Eldebrink légiós kvártet közül a nyáron érkező fiatal horvát irányító Dojkic kápráztatta el legjobban játékával ezúttal a közönséget. 16 pont, 6 lepattanó, 6 assziszt volt a neve mellett. Nem gondolnám, hogy illettem volna a vezére a csapatnak, mert hogy ezen a meccsen több vezér is volt az együttesben. Ez volt, lehetett a győzelmünk titka, amivel meglephettük a Gironát. Fontos megjegyezni, hogy bátran mertünk játszani, nem nyomott bennünket egyáltalán a tét, egyszerűen élveztük azt, amit csinálunk. Nyilatkozott szimpatikus szerénységgel a meccs egyik MVP-je, aki talán a legjobbját nyújtotta új csapatában, a KSC Szekszárdban. A Girona klasszis bedobója a 16 ponton tartott Murphy is dicsérte a szekszárdi csapatot, de bízott a spanyolországi visszavágón a továbbjutásukat jelentő minimum 7 pontos győzelemben. Mindkét csapat nagyszerűen játszott, a szurkolók fantasztikusak voltak, összességében egy jó mérkőzés volt. Megvolt az esélyünk a győzelemre, de sok büntetőt kihagytunk. A végén 3 pont volt a különbség, így az utolsó dobás fájt nekünk a legjobban. Összességében elégedett vagyok, mindkét csapat nagyszerűen játszott, mind támadó, mind pedig védő oldalon. Élveztem a közönséget és az egész mérkőzést. Jó meccs volt, de meggyőződésem, hogy otthon nyerni tudunk. Védő oldalon mindenképpen jobban oda kell tennünk magunkat, és odafigyelni a lepattanókra, mert most ők sok támadó lepattanó utáni kosarat szereztek. Ezúttal jobbak voltak a lepattanók terén, emellett pedig a büntetők terén is javulnunk kell. Ha ez a kettő összejön, akkor képesek leszünk nyerni, ami remélhetőleg legalább 7 pontos lesz. Tulajdonképpen az lenne a legjobb. Nem lepett meg bennünket a Szekszárd teljesítménye, erre számítottunk. Tudtuk, hogy van 3 nemzetközi szinten is kiemelkedő játékosuk, Erika Frida és Abby révén, és tisztában voltunk, hogy kemény, agresszív stílusban kosárlabdáznak, no és a közönségük is fantasztikus, magával ragadó. Olyan meccsre számítok az otthoni visszavágón, mint legutóbb a Moszkva ellen. A Szekszárd is hasonló stílusú és erősségi csapat, akkor ledolgoztuk hátrányunkat. Ebben a mi nagyszerű közönségünk is segít majd bennünket a visszavágón, mondta a Girona egyik másodedzője. Fontos megjegyezni, a KSC Szekszárd a Sopron mellett a másik magyar csapat, amely nemzetközi porondon még állva van. Nagyon nehéz játszani ebbe a ritmusban. Nagyon nehéz tartani ez a szint, hogy tudunk magyar bajnokságban is jól szerepelni, és Európában is,
de próbálni fogunk valamit. Az ország négy pontján, Győrben, Szegeden, Dunakeszin és Pakson rendezette a Magyar Kajakkenu Szövetség országos fizikai felmérő versenyt a 8 és 14 év közötti sportolók részére. Az Atomváros regionális központ helyszíneként 5 évvel ezelőtt csatlakozott a felmérő versenyekhez, mely a téli felkészülés monotonitását töri meg. Nagy Anyüsgés Pakson a Rákóczi iskola torna csarnokában, ahol a kajakkenu sportág fiataljai randevúztak, de ezúttal nem vízen, hanem szárazföldön. A téli felkészülés monotonitását hivatott megtörni az a fizikai felmérő, melyen a 8 és 14 év közöttiek több módon mutatták meg erejüket. A régi elemek mellett újak is kerültek a programba. Bent a tornateremben ugye a fekvőtámasz, húzóckodás, plank, a netfit has, illetve a függesztett karú lógásban kell megmérettetni magukat, a korosztályokként különböző módon, ugye mindenkinek megvan, hogy melyik korosztálynak mit kell csinálnia, illetve kint a futópályán vannak, akik Cooper futnak, valakiknek egy bizonyos távot kell teljesíteni, illetve mérünk ilyen gyorsasági futást is a gyerekeknek, amit ahogy néztem az imént, igencsak élveznek, ugye 30 métert kell sprintenünk, és akkor egy fotocellás rendszerrel mérjük az idejüket. Pakson érkezett a legtöbb nevezés, 420 nevezés érkezett, 12-13 egyesülettől. Valószínűleg kicsit kevesebben jöttek el, hiszen azért elég nagy betegség hullám megy most végig a gyerekeken. Mi is 55 gyereket neveztünk. A szekszárdi kajakosok is szép számmal érkeztek a fizikai felmérőre. A 14 éves Jávor Bence erőssége a húzóckodás, bár a vízi edzéseket jobban szereti. Jámbor Attila tanítványa az idei bajnokságban az első 6 hely valamelyikét tűzte ki célul. Mi egész alapozás alatt mondhatni erre a versenyre készülünk. Folyamatosan csináljuk a húzóckodás felmérést, a lábemelést, futunk hozzá, és igazából nem izgulok, mert ez csak egy verseny és egy edzés. Hát én jobban szeretek kajakozni, de azért ezt a versenyt is szeretem. Voltam egyszer magyar bajnokpárosba, csomó harmadik, második hely nagyobb versenyeken, de igazából nem nagyon számoltam őket. Természetesen minden évben itt vagyunk ezen a megmérettetésen. Most 15 gyerkőccel érkeztünk, sajnos sok a beteg, ennél azért jóval többen vagyunk, akik itt lettek volna ezen a versenyen. Nagy élmény ez, és fontos, mert már így a téli monotóniában, hogy folyamatosan benn vagyunk, minden gyerek kivágyik, végre van egy ilyen lehetőség, hogy kicsit találkozzanak az ellenfelekkel, akik sok esetben barátok is, és egyet jót versenyeznek a gyerekek. Ez egy jó program, várjuk mindig. Most az itt levők közül Szmetyka Hanna már tavaly ugye válogatott keretbe került. Nyilván ezt szeretnénk folytatni, megfejelni még erősebb eredményekkel, de remélem még azért más is ebbe a kis korosztályból is itt a kölyök időszakba így oda-oda fér. De a fontos inkább az, hogy tényleg a gyerekeknek egy rendszer legyen, ott legyenek edzéseken, járnak versenyekre, ezt az életformát átvegyék, együtt nőjenek fel, de sok hozadéka van ennek a versenysponton túl is. Csodálatos helyen orfűn vannak a tavaszi, őszi, illetve a nyári edzéseink, de napi szinten ki kell utazni, visszajönni, ez egy kicsit költséges és nehéz dolog, főleg távolsági busszal tudunk csak járni, nincsen helyi járat, ami orfűre visz minket, tehát ez nehezíti a dolgokat, de cserébe kapunk egy gyönyörű adottságokkal rendelkező területet, nagyon szép helyen edzünk. A téli edzéseink viszont benn vannak Pécsen, Pécsen van egy tornaterem, amit üzemeltetünk, ott vannak a foglalkozásaink. Minden versenyszámban pontokat lehetett szerezni, így a végéig nyílt maradt a küzdelem. Korosztályonként hirdettek bajnokot az országos fizikai felmérőn. Nem sikerült legyőzni az NB1-s idénnyitón a szekszárdi Fekete Gólyák KC-nek régi riválisát, a Mohácsot, mely az első félidei jobb játékának köszönheti egy gólos győzelmét. A második játékrészre 4 gólos hátrányban már egy más szekszárd jött ki, éltetve a meccs megfordításának reményét, de végül már igazán bánhatták a lányok az első félidőben elpuskázott tiszta zicsereket. A szekszárdi védőfalra nagy lendülettel érkező mohácsi játékosok a belső közép pozíciót változtató gyors és egyből tüzelő játékosait nem tudták levédekezni a fekete mezes szekszárdi játékosok, így már az első félidőben állandósult a vendég mohácsiak 3-4 gólos előnye. A gólyák futottak az eredmény után, keményen derekassan küzdöttek, ebből nem volt hiány, de lövőhelyzetig csak ritkán jutottak, a két átlövőt Fejér Tímát és Farkas Andrát sikeresen leütközték a vendégek,
lehetőségek, míg a szekszárdiak ezt nem tudták megtenni a mohácsi támadókkal. A gondokat csak tetézte, hogy a megbeszéltekkel ellentétben nem az alsó sarkokat lőtték a szekszárdi játékosok, hanem a felsőket, ami a kitűnő formával levő mohácsi kapus ínyére volt. Bosszantó volt mindez a szekszárdi szurkolók számára is, mert annak ellenére, hogy nem játszott jól a csapat, mégis fél tucatnyi zicsert kiharcolt, de azt el is puskázták a játékosok, és maradtak a 4 gólos hátrányban a gólyák az első félidőben. Megbeszéltük az öltözőben, hogy fölsőket vagy kivárással. A széles szemafornál, annál test mellé, de abban nem is nagyon védett ma a Tünde. Hát ismerjük a Tündét, ugye évekig itt védett, de nekem volt játékosom Mohácson is. Miután az első félben nem így történt, a félidőben ezt még egyszer elmondtam. Ebből kifolyólag a másfél még kb. 6-ot hagytunk ki. Mondta a Feri, hogy figyeljünk oda a szélsőkre, mert hiába lent vannak a sarokba, de amikor oda kerülnek helyzetbe, akkor igenis ezt rendszerint belövik. Hát az első fél időben oda helyezte a Mohács a hangsúlyt, ami be is jött nekik. De aztán javult ezen a téren is a Nagy Szilvia vezérelte csapat, és már a középső és a szélső védekezés is zártabb lett, mint az első fél időben volt. A játékrész közepére már 1 gólra is felzárkózott a szekszárdi csapat. Rezs Gabi lerohanásokból a jól játszó irányító Nagy Szilvia szépen kidolgozott akciók után átlövésekből szerzett gólt, de Farkas Anita és Fehér Tina is átlövő kettős olykor megvillant. Már úgy tűnt, hogy legalább döntetlenre hozza a meccset a fekete gólyák KC, ehhez persze 2 perccel a befejezés előtt Rejsnek muszáj lett volna belőni az ígyszert egy-egyben a kapussal, de ez nem történt. Kimaradt így az utolsó előtti lehetőség 22-20-nál. Így Farkas Anita szép balkezese után 22-21-nél már nem maradt ideje a fekete gólyáknak az egyenlítésre. 2 ellentétes félidő után a Mohács nyerte az NB1B nyitófordulójának dél-dunántúli rangadóját. Visszatekintve az egész meccsre, Tabajdi Ferenc edző az egy félidőn át puha, gyámoltalan védekezést látta a vereség másik fő okaként a kihagyott zicserek mellett. A védekezésben meglátása szerint a kulcsember Gyenis Patrícia gyengén játszott, de a többiek sem nőttek fel a feladathoz. A Patriciával nagyon komoly gondok voltak ott védekezésben, nem nagyon oldotta meg, nagyon sokat hibázott, és nem tudtam a kit a helyére rakni. És ő az utóbbi időben nagyon sokat vagy beteg volt, vagy éppen ez volt, valami mindig valami baja volt éppen. Ennek a kulcsa itt a támadásnak legtöbbször a Kaló volt, de az első félidőben is, hisz ez a dunalási kislány, most hagyd nem mondjam meg a nevét, meg a balkezes is lőtt, összesen lőttek egy 4-5 abból volt a Kaló ráhúzásából, beindulásból. Nagy Szilvia volt a fekete gólyák legjobbja, nem csak góljai miatt. Kicsit több faltot kellett volna elkövetni szélen is, illetve hát középen, illetve kettesbe a támadásokat széttördeni, megállítani, többet faltolni. A második félidei teljesítmény, a győzelmi esély olyan masszív középcsapat, mint a Mohács ellen, már fölmutatott biztató jeleket az alsóházból való felzárkózáshoz a fekete gólyák KC-nál. Amit már jövő héten egy nagyatádi idegenbeli pontszerzéssel, hova tovább győzelemmel el is lehetne kezdeni. Jól áll a szekszárdi jégkorong hátország, sok gyerek ismerkedik a sportág alapjaival. Az általuk hétvégén rendezett U10-es korosztályú regionális tornán 2 csapattal is indultak a szekszárdi jégmadarak. Az egyiket jó néhány, még az U8-as korosztályba tartozó játékossal töltötték fel. Minden évben van egy hétvége, amikor a szekszárdi jégmadarak korongos palántái hazai környezetben játszhatnak tétmeccseket. Többnyire dél-dunántúli régió csapatai ellen, akikkel november és március közötti ciklusban többször is találkoznak. Az U8 után most az U10-es csapatokon volt a sor. Természetesen ilyenkor a szülők is eljönnek a meccsre, még Pécsről és Kaposvárról is. Így mindjárt a torna elején egy jó hangulatú Szekszárd-Pécs U10-es meccsbe csöppenhettünk bele, amely nem csak iramos, a gyerekek korcsolyázó tudását igazolandó, de gólgazdag is volt egyben. És happy end-del zárult a végén, 2 góllal a szekszárdi jégmadarak győztek, bár az edzőbácsik ilyenkor sokszor a szülők felé is hangsúlyozzák, nem az eredmény, hanem a játék, a lényeg.
A szekszárdi csapat egyik már nyilatkozni is tudó játékosa Stein Benjamin. Csepet sem mellesleg az egykori sokszoros országos bajnok, olimpikon országúti kerékpáros Stein Csaba fiáról van szó. Hogyan vártátok a Pécs meccset? Eddigi tornákon voltak egy győzelmek, reménykedtetek-e? Hát reménykedtünk a győzelmekben, és mindig csak egy góllal kaptunk ki. Mindig? Hát ez nagy pek, de most ti nyertetek, ha jól számolom, egy góllal. 6-4-re. Hogy alakult a meccs, hiszen mindjárt 2-0-ra vezettetek, de utána a Pécs ilyen gyors kontrákból, amikor nem jöttetek vissza védekezni, tudott egyenlíteni. És borzasztó izgalmas volt. Hogyan láttad belülről? Hát úgy, hogy... mentünk, akkor küzdöttünk, passzolgattunk, szépeket kapu elé beálltunk, és akkor így összeszedtünk magunkat. Mivel az alma valószínűleg most sem esik messze a fájától, Benjamin tavasztól őszig kerékpározik, és jön a számára remek kiegészítő sportákként a jégkorong. Aztán majd, ami a sportágválasztást illeti, később úgy is alakulnak majd a dolgok. Amúgy nem ritka az U8-U10-es csapatokban országos viszonylatban is egy-egy kislány feltűnése. A szekszárdi csapatban az egyik hátvéd a coffos kislány, Baros Emőke, aki tavaly ismerkedett meg a jégkoronggal. Eddig csak táncoltam, és akkor az öcsém elkezdett jégkorongozni, és akkor nekem is nagyon megtetszett. Milyen poszton játszol? Mi az, amit te tudsz a jégkorongba, ami miatt mindig jössz és fejlődni akarsz? Hátrébb vagyok, és passzolok. Emőke számára a sportok közül a jégkorong lett a legfontosabb, így az idény zárultával a rokon sportágat, a görkorcsolyát űzi majd, hogy aztán télen újra a fiúk között jégkorongozzon. Egyéb iránt jól állnak a szekszárdi jégmadarak a legalsóbb két utánpótlás korosztályban, U8-ban és U10-ben, már ami a játékosok számát illeti. És az eredmények sem maradnak el, bár azok ilyenkor még nem fontosak. Az U10-es tornán két csapattal is szerepeltek a jégmadarak, az egyiknek a felét az U8-as korosztályból tudták feltölteni. Befejeződött az idei öregfiúk műfüves terembajnokság. Szombaton a 4 csapatos körmérkőzéses döntőt rendezte az MLS Baranya megyei igazgatósága a Pécsi Sportolda műfüves létesítményében, a Bonyhád, a Selje, a Kozármisleny és a Bój részvételével. Már hagyomány, hogy a nagypályás szabadtéri téli bajnokság mellett az MLS Baranya megyei igazgatósága megrendezi az öregfiúk műfüves terembajnokságot is. Idén 4 csoportba sorsolták a megye számos pontjáról érkezett csapatokat. Az első játéknapon az A és B csoport selejtezőit játszották. Mi alapvetően egy nagypályás futballcsapat vagyunk. Nyilván részt veszünk a szövetség által szervezett műfüves kispályás bajnokságba is. Mai szereplésünk az nem túl jó, illetve két vereségünk van, még egy mérkőzésünk van hátra, sajnos a továbbjutás az már nem jöhet szóba. Nagy problémának látom, hogy Szederkényben most felújították a tornatermet, és ebben az évben nem tudtunk igazából készülni a téli időszakban. Kispályán egyáltalán nem fociztunk együtt, ennek meg is látszik az eredménye. A népszerű bajnokságra általában összeszokott gárdák neveznek. Vannak olyan csapatok, melyek többszörös névváltozáson is átestek, de az összetétel alig változott. Egy kiegyensúlyozott csoport, 3-4 egyforma csapat, hogyha Harkány eljött volna mondjuk nem 5 emberrel, hanem többel, akkor még keményebb lett volna, de hát 5-en vannak. A második játéknapon a C és D csoport selejtezőit rendezték. A február 16-ai 4 csapatos körmérkőzéses döntőbe a selejtezőkből az öreg fiúk 73 FK Bonyhád, a Selje VSK, a Kozármislenyese és a Bói Ese csapata jutott. A múlt fordulóban az első két meccset megnyertünk, a harmadikon sajnos kikaptuk, de ez is elég volt ahhoz, hogy bekerüljünk a döntőbe, a gólarányunk jobb volt, mint a másik csapaté. Vannak fiatalabbak is, akikkel az utóbbi pár évben csatlakoztak hozzánk. Ők azért húzók, mert ugye fiatalok, de minden héten játszunk mi szerdán, tehát terembe, és ha vannak ilyen bajnokságok, szoktunk azért. Tehát itt minden évben szoktunk indulni ezen is, és otthon meg gyakoroljuk minden szerdán a teremben a teremsportot. A döntőben színvonalas jó meccseket játszottak a csapatok. Az előző 3 évben a kozármislenyi öregfiúk nyerték a bajnokságot, de már a játéknap elején játszott, hogy idén más hódítja el a trófeát. Hát ugye téli álmából fel kell ébresztjük az izmainkat, mi az idősebb generáció tagja is,
és nyilván nem sokára indul a nagypályás öregfiúk bajnokság. Erre jó ráhangolódás, egy jó kis mozgás, bár legtöbbünk egyébként nem áll le teljesen, és próbál, igyekszik az állított és szeretett labdarúgást, a játékot, azt űzni a téli időszakban is. De ez egy kicsit szervezett formában történik, ugyanazok a csapatok ellen, akik ellen nagypályán is játszunk, és feljön egy feeling. Itt egy kicsit felborulnak az erősorrendek, ugye nem mindenki egyformán ér rá, téli időszak elfoglaltsági miatt, és a kispálya mégis más, mint a nagypálya, de mégis ad egy rangot, ad egy feelinget ennek az egész rendezvénynek. Jó is a tematikája, egyrészt az elfoglaltságok idejét azt korlátok közé szorítja, másrészt pedig hát sajnos nekünk egy egész napos focitorna 4-5-6 mérkőzéssel már nem esik jól, így egy-egy napra 3 mérkőzés jut egy-egy csapatnak, ez pont annyi, amennyit megfelelő csereszámmal, kellően jó fáradtsággal, izmok, izületek kellően jól bírják ezt a terhelést. A terembajnokságot a Selye csapata nyerte, második lett a Bonyhád, a harmadik helyen az előző 3 év győztese a Kozár Misleny végzett, és a negyedik helyet a Bój öreg fiúk csapata szerezte meg. Jól kezdődött a tavaszi szezon az MB1-B és baranyai kézilabda csapatok számára. A mohácsi lányok és a pécsi fiúk nagy csatában nyertek, a Kozár Mislenyi lányok pedig döntetlent játszottak a bajnok aspiráns Szombathely ellen. Remek mérkőzéssel indította a tavaszi szezont a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata. A bajnoki címre pályázó Szombathelyi KKA elleni találkozón ugyanis sikerült pontot szerezniük Kovács Tamás tanítványainak. Az utolsó másodpercekben ráadásul szabaddobáshoz jutottak a házigazdák, melyből Palotás Fanni gólt is lőtt, ám a játékvezetők végül nem adták meg ezt a találatot, mert a 9-esen belülről végezte el, így maradt a 28-28-as végeredmény. Ilyen mérkőzést szerettünk volna, ilyen mérkőzést akartunk, hogy nehezítsük meg a bajnokaspiránsnak a dolgát. Azt gondolom, hogy ezt megtettük, azt gondolom, hogy a szívünket, lelkünket oda tettük. Voltak egészen brilliáns megoldások is, egészen jó megoldások is, és egészen gyermetek hibák is. Hát ha így tudunk játszani majd a szezonban, akkor az az érem az össze fog jönni, én azt gondolom. De nagyon hosszú még az út, úgyhogy most én örülök ennek az egy pontnak, itt így elvünk esered vagy az utolsó jelenettel, de azt gondolom, hogy ez így egy igazságos döntetlen volt ezen a meccsen. A Gadányi Maja ment el tőlünk, és ugye kapusposzton volt kérdés, hogy tudjuk őt pótolni. A fiatalok közül hozzuk fel a gyerekeket és próbáljuk őket beépíteni. Most itt nem nagyon volt lehetőségem a megfelelő rotációra, de most ez így jó is volt összességében. Péter Panna nagyon szépen fejlődik, ő neki majd biztos, hogy sok lehetőség lesz. Leitner Dodi fiatal lány nagyon jó volt, úgyhogy hogy jó, most járnak fel, vagy mik vannak. Megyünk tovább, jövő héten Gárdony, aztán utána lesz majd egy nehéz meccsünk, megyünk a Nekához. A mérkőzés egyik kulcsfigurája Radocsai Beáta, a házigazdák kapusa volt. Hát szerintem győzött a Mislenyi szív. Én azt gondolom, hogy a társak nagyon sokat segítettek, azért nekem is voltak hibáim, meg voltunk hibák, de én azt gondolom, hogy loptunk egy pontot a riválistól, úgyhogy én meg vagyok elégedve teljesen. Hát én még soha nem voltam ilyen jó közösségben, én azt gondolom, hogy mi egy igazi család vagyunk, mindenki segít mindenkinek, bármilyen a magánéletről lenne szó, akkor is. Tehát, hogy így nagyon jó a közösség. A szombathelyiek számára továbbra is a feljutás a cél. Évvel óta erről beszélünk, hogy ez a Kozár Mislenyi, ez egy fantasztikus csapat, tehát fantasztikus emóciókkal, nagyon jó játékosokkal, tehát én az hazai mérkőzéstől is évelején én nagyon tartottam, én úgy gondoltam, hogy ez a két csapat fog versenyt futni a bajnoki címen, sajnos nem mindig jött ki úgy a lépés a Tamáséknak, de hát ez ettől függetlenül egy nagyon jó csapat, és itt idegenben nagyon nehéz nyerni, borzasztó nehéz. Ami látszott, miben volt deficitünk a Kozár Mislenyhez képest, ez a kapus teljesítmény, tehát a 6 fogott labdával azért nem, hogy egy Kozár csodaszámba megy, hogy mi döntetlent játszottunk ma 6 kapus védése, illetve 0 átlövő teljesítménye. Tehát a kapus és átlövő teljesítmény nem működik egy csapatnál, az komoly vereség szokott lenni. Ma ezért adtok egy pontot. Igazából nem vagyunk szomorúak, mert nekünk gyakorlatilag a másik fordulón NEKA, ugye első Kozár Mislenyi, második NEKA, nekünk ez 4 félidős mérkőzés a bajnoki címért. Én azt mondom, ebből 3 pontra van szükségünk ahhoz, hogy tudjunk tervezni nyugodtan. Ebből egy megvan, hazai pályán kell nyerni jövő héten. Én úgy gondolom, nem szabad összeroskodni, de dolgozni kell csinálni, tényleg, hogy fejlődjünk. Ez egy nagyon rossz nap volt, van ilyen, de mind a két csapat azért lépett pályára, hogy győzze.
Na most hát a szomorú ebben, hogy egyiknek se sikerült, de ez benne van a sport, benne van a vereség, benne van a győzelem, ezeket fel kell dolgozni, megfelelő emóciókkal kell folytatni a munkát, és tényleg ez egy jó küzdős mérkőzés volt, nem is mi színvonalas, mert én úgy gondolom, hogy kis kritikát is mondhatok, hogy egy nagyon lassú játékot játszottok hozzám, de ezt kell ellenünk játszani, tehát ez az ő elismerésük. Viszont ebben nem biztos, hogy partner kéne legyen sok csapat, vagy sok mindenki a pályán. Sajnos mi is partnerek voltunk, meg más is. Ilyen támadó idő ma nincsen a kézilabdában, de hát ma ezt lehetett okozni, ez a nagyon jó élt. És látszott, hogy ez a taktikájuk, ez gyönyörű szépen sült, és ezúton is gratulálok Tamásnak, gratulálok a Kozár Mislennek, a szurkolóknak is nagyon jó hangulatot teremtettek, nagyon sok sikert kívánok nektek. A férfiaknál a PVS-e nagyon fontos bajnoki mérkőzést nyert. Kovács Gábor együttese a Balatonfüred U21-et múlta felül 26-23 arányban, ezzel felzárkózott a középmezőnyhöz. Ez majd ilyen nap volt, én azt gondolom, hogy összességében lehet mondani, hogy megérdemelten nyertünk. Azokban a pillanatokban, talán kulcs pillanatokban, talán higgadtabbak voltunk, talán rutinosabbak voltunk valamennyivel, amihez ez kellett. Gyors gólok száma szerintem bőven a Pécs felé billen. Ez sajnos nekem ezt nehéz elfogadnom, hiszen mi egy fiatal csapat vagyunk, alig 18 év az átlag életkor, tehát úgy gondolom, hogy nekünk kéne egy meccsen sebességet diktálni, de hát úgy nagyon nehéz, hogyha kihagyjuk a 7 métereseinket, technikai hibákkal sajnos nem tudunk mit kezdeni, mert abból az ellenfél gyors volt. Úgyhogy én gratulálok a Pécsnek, dolgozunk tovább, úgy gondolom, hogy egy pici hiányzott ahhoz, hogy még szorosabb eredményt érjünk el, vagy akár pontot, vagy pontokat szerezzünk. Hát remélem, hogy a sérültek azok hamarosan meggyógyulnak, mert ők azért fontos láncszemei lennének ennek a csapatnak. A Kozár Mislenyi lányok legközelebb a Gárdony Pázmánd, a pécsi fiúk pedig a NEKA ellen lépnek pályára idegenben. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!